És sporttal megyünk tovább, mert hogy a hazai sportélet legfontosabb híre tegnap egyértelműen az volt, hogy kiderült, hogy a MOL megvásárolja az újpesti foci csapatot. Erről fogunk most beszélgetni Vájnagy Miklóssal, aki az Vilmossal, aki bocsánat, az Újpesti Szurkolói Klub elnöke, és Skype-on keresztül van itt velünk, ha minden igaz. Így van, jó reggelt kívánok, és hogy teljesen transzparensek legyünk, elmondom, amit a nézőink tudnak, de hogy egész pontosan Andrásnak is van konkrét tisztsége ebben a szurkolói klubban, mert ugye elnökségi tag. És ugye mi már Andrással beszélgettünk arról, hogy azért ezt a tulajdonosváltást várták már a szurkolók. Mit várnak az új tulajdonostól és ettől a megváltozó helyzettől? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát először is Magyarországon egy olyan cég száll be közvetlen formában a magyar sportban, amire eddig még nem volt példa. Sokan elkezdték a nerezést a MOL megjelenésével, de azt azért ne felejtsük el, hogy a MOL mégiscsak egy piaci cég, piaci alapokon működik, és döntő részt piaci tulajdonosokkal. A szurkolók részéről az elvárás viszonylag egyszerű. Békét szeretnénk, nyugalmat, nyugodt körülményeket, botrányoktól mentes működést, szereplést. Ha ezt elérjük, akkor azt hiszem a szurkolók nagy része már boldog lenne. Nyilván a befektetőnek ennél komolyabb céljai lehetnek. Az, hogy a megállapodás pontosan milyen részleteket tartalmaz, az még a nyilvánosság előtt nem ismert, erről én sem tudok sokkal többet annál, mint ami a sajtóban megjelent. De azt tudom, hogy a befektetőnek nagyon komoly szándékai vannak hosszú távra, és egy olyan klubot szeretne felépíteni, amely egyfajta minta lehetne a közép-európai sportegyesületek számára. Szóval, hogy nagyon furcsa az a konstrukció, hogy áprilisban lesz a tulajdonosváltásnak konkrétan ugye itt az ideje. Miért jelenthették be most ezt a tulajdonosváltást? Ezzel van-e valamilyen célja az új tulajdonosnak? Illetve hát nehéz nem arra gondolni, hogy február közepén lejár az átigazolási időszak, és ugye éppen tegnap 8-szorra kapott ki az Újpest egymást követően, ami hát nem teszi jóvá vagy kilátásossá ezt a szereplést. Hát egy picit visszatérnék a múltra. Ugye ilyen katasztrofális eredménysor a klub 140 éves történetében még nem volt, mint amit az elmúlt hónapokban sikerült összehozni. Ebből fakadt a problémák jelentős része is, és ennek a következménye a tulajdonosváltás. Volt erre már több kísérlet, a hivatalos értékesítési árat nem ismerjük, mindenféle számok elhangzottak. Valószínűleg egy komoly összegért cserélt gazdát a klub, és mindenki azt várja, hogy az új tulajdonos modellt épít, struktúrát épít, nem fog kapkodni, nem a mindenáron eredményszerzés és nem a mindenáron való siker elérése az elsődleges szempont, hanem hosszú távú céljai vannak. Nyilván maga beruházó rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek ezeket a célokat megalapozzák, illetve ezen célokat megvalósítják. Mi csak reménykedünk, hogy ez a hosszú távú modell fenntartható lesz, eredményes lesz, és ehhez a szurkolói oldalról minden támogatást biztosítani fogunk. Miért lehetett vonzó a MOL számára egy ilyen kihívás, amikor, ahogy ön fogalmazott, soha nem látott katasztrofális teljesítményt nyújtó csapatot vásárolt meg úgy, hogy eleve még jó csapat menedzselésében sem volt korábban tapasztalata tulajdonosként? Azon túl, hogy szereti a kihívásokat. Én azt gondolom, hogy a MOL pontosan tudja, hogy mit szeretne ezzel a tranzakcióval. Azt láthatjuk, hogy a MOL minden befektetése sikeres. A MOL nem rövid távon, hanem hosszú távon gondolkodik, és azt gondolom, hogy a sport területén is képes olyan tapasztalt vezetők, irányítók, szakemberek összegyűjtésére, olyan klubmodell felépítésére, amelyen keresztül egyfajta közép-európai mintaklubot hozhat létre. Magyarország kisország. Magyarország 10 millió lakossal, egy ilyen szűk labdarúgó ligával nehezen tud bekerülni a világelitbe.
Itt 60-80 ezres nézőszámú csapatok is nagyon sokszor veszteséggel küzdenek, nagyon sokszor nehéz helyzetben vannak. Ilyen körülmények között mégiscsak lehet sikeres klubmodellt építeni, erre rendkívül jó például a Red Bull csoport. A Red Bull csoport nagyon gyorsan, hatalmas tőkével, nem nagy klubokkal világra szóló eredményeket ért el. A Premier League-ben játszó topjátékosok jelentős része a Red Bull csoporttól került Európa vagy a világ top csapataihoz. Nyilván ezt a szintet elérni nem könnyű feladat, de én bízom benne, hogy a MOL-nak legalább egy közép-európai szinten erős egyesületet sikerül majd felépíteni. Köszönjük szépen. Vályi Nagy Vilmossal beszélgettünk arról, hogy a MOL lesz az Újpest tulajdonosa. Köszönjük szépen.